Az októberi hónapot emelkedéssel tudta kezdeni az arany árfolyama, és egész hónapban úgy néz ki, hogy folyamatosan tud emelkedni, legalábbis egyelőre az arany árfolyama. 1180 dollárnál fontos erős támaszszint várakozott az arany árfolyamára, ahol a vevők meg is jelentek aztán a piacon, és onnét elkezdték felfelé tolni az árfolyamot. Eljutottunk időközben 1250 dollárig, és ott volt is egy záróárunk a tegnapi nap folyamán. Ezzel 1240 dolláros ellenállási szint megtört, és úgy néz ki, hogy nyitva áll az út a következő ilyen ellenállási szintig, 1280 dollárig. Ott nagyobb valószínűséggel meg fognak jelenni ismét a shortosok a piacon, és el fogják kezdeni, azt gondolom, lefelé pofozni valahol 1280 és 1300 dollár között az árfolyamot, vissza 1200 dollár irányába. Egyrészt beszélünk ugye technikai támasz és ellenállási szintekről, de mindezek hátterében a fundamentumok is állnak. Az elmúlt időszakban túladottá vált az arany árfolyama. Időszerű volt egy korrekció fölfelé, és ezt a korrekciót látjuk ebben a pillanatban. Látszik az is, hogy ami leginkább mozgatta az arany nyárfolyamat az utóbbi időszakban, az a dollár erősödése volt, ez a dollár erősödés megtorpant, a dollár ismét valamelyest visszagyengült, visszaadott az erejéből, nem szignifikáns gyengülésről kell itt beszélni, de hát egy nagy erősödés után ez a korrekció, amit a dollárnál látunk, ez is időszerűvé vált. A piacokon általában is egy kicsit úgy megfordult a széljárás, persze csak átmenetileg azt gondolom, a részvénypiacok hatalmasat zuhantak az elmúlt egy-két hétben, befektetésre váró tőke menekülőre fogta a dolgot, és biztonságot keresve szintén az aranypiacára érkezhetett meg, talán ez is lehetett a háttérben, azonban azt látni kell, hogy én azt gondolom legalábbis, hogy ezek átmeneti jelenségek, a dollár erősödése egy hosszú távú trend, és továbbiakban, az elkövetkező években folyamatosan fogjuk látni a dollár erejét, aminek nagyon sok oka van, makrogazdasági okok, monetáris okok, az amerikai olajkitermelés forradalma, Amerika a legnagyobb olajkitermelővé vált az utóbbi időszakban a világon, a feltörekvő gazdaságok növekedésének lassulása vagy megtorpanása is a háttérben áll, úgyhogy egy folyamatos dollár felértékelődést fogunk az elkövetkezendőkben látni, és amennyiben ugye a tapasztalat az, hogy az arany árfolyama a dollár árfolyamával korrelál, akkor ez pedig azt jelenti, hogy az arany árfolyama a dollár erejével vélhetően csökkenni fog az elkövetkezendő időszakban, tehát ezért is gondolom azt, hogy a mostani erősödés, amit az aranynál látunk, egy átmeneti jelenség, és közép-hosszú távon azért még alacsonyabb arany árfolyamra kell majd berendezkedni a piacnak, az 1200 dollár alatti árszinteket. Én úgy gondolom, hogy minden bizonnyal ismét látni fogjuk, sőt lehet, hogy még az alá is fog aztán az elkövetkezendő években szignifikánsan kerülni az arany árfolyama. Egyelőre tehát egy óvatos emelkedés, és aztán valószínűleg jön a következő eladói hullám az aranynál.